6 hónap alatt alig több mint 30%-ban valósult meg, az idén már többször módosított, jelenleg 950 milliós évi költségvetés. A bevételek összege nem egész 305, a kiadásoké pedig 350 millió dinárt tesz ki. A tavalyi év azonos időszakában 403 millió volt a bevétel és 440 millió a kiadás. Az általános gazdasági válság mellett ez is kihatott arra, hogy a községi tanács 45 napra, a szeptember 1-e és október 15-e közötti időszakra ideiglenesen felfüggessze a költségvetési eszközök felhasználását. Ebben az időszakban a felhasználók nem vállalhatnak kötelezettséget, kivétel a fizetések, tehát a munkabérek, a különböző juttatások, az állandó költségek és az anyagköltségek. Ugye ezek elengedhetetlenek egy intézmény működésében, ezekre nem kell jóváhagyást kérni, minden más beruházáshoz, minden más költség átvállalásához az önkormányzattól külön engedély szükségeltetik ebben a 45 napban. Döntöttek arról, hogy idén a Magyar Kanizsa díszpolgára címet Barát Ferenc, az 1946-ban Magyar Kanizsán született budapesti képzőművész kapja. Pro Urbe emlékéremben a Magyar Kanizsai Kocsis Kornél részesül, Pro Urbe díszoklevelet pedig a Magyar Kanizsai Kávai Anna, az Oromi Kormányos Kávai Lívia és a Magyar Kanizsai Agrokanizsa Mezőgazdasági Társulás kap. A képviselők megszavazták az önkormányzatok szintjén létesítendő polgárvédelem működését szabályzó alapdokumentumot is. A polgárvédelemnek szerves része a mindenkori önkormányzat, a mindenkori közigazgatás, a műszaki felszereléssel rendelkező közvállalatok és egyéb gazdasági szubjektumok, illetve más különféle munkákra, vízügy, más műszaki mentésekre is alkalmas cégek bevonására is lehetőség van a törvény értelmében. Az ülésen elfogadták a mezőgazdasági területek védelméről, rendezéséről és használatáról szóló programot, a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény és a Szociális Központ tavalyi munkájáról szóló jelentést és az idei munkatervjavaslatot, a helyi járulék felhasználásának módosítására irányuló, sikertelen oromhegyesi népszavazás eredményéről készült jelentést és a Kommunalac kommunális közvállalat üzleti tervének módosításait is.